Sziasztok, Ádám vagyok. Te kettő t nézitek, és az Oppo Find 7 t tartom a kezemben a gyártó európai csúcsmodelljét. Ezen fogjuk lefuttatni a Quadrant tesztet. Sajnos ez nem Quad HD kijelzős, vagy sajnos nem sajnos, igazából a Full HD is bőven elegendő rajta. Meg is nézzük a specifikációt. Android 4.3 fut rajta, ennek is a Color OS ROM verziója. Snapdragon 801-es processzorunk van hivatalosan, ezen 4 magos, 2265 MHz-es maximális órajellel, a minimum egyébként 300 MHz, 2 GB ram van, Arduino 330-as grafikus gyorsítunk, ez hajtja meg az 1800-1920 pixeles, azaz, mint már említettem, Full HD-s kijelzőt, illetve hát itt van a beépített szenzorok gazdag alatt, tehát ezért elég rendesen el van engedve a készülék ezen a téren. És indítjuk a tesztet, ami valószínűleg viszont gyorsan le fog futni, hiszen egy felső kategóriás csúcsmodellről beszélünk. Így, amint látható, hogy egészen korrekt 60 fps feletti értéket is kapunk a rendelés során, itt már a 3D-ben. Ami mindenképpen pozitívum, hiszen uh, kevés telefonon láttunk még itt a 60 fps feletti etikeket is, és itt azért már a 65-ig is felfut. -fel Nyilván ez játékban is egészen jó eredményeket hoz majd, ezt várhatóan láthatjuk is majd mindjárt, amikor ez lefut. Itt is van az eredményünk. Hát a korábbi Tegra 3-os eszközöket hát minden szinten eltüntette mondhatni a készülék. 2806 pontot kapott a a telefon. Alul, ha ránézünk a részpontszámokra, akkor azt láthatjuk, a processzor 76106 pontot kapott, memória 18706-ot, az i 6345-öt, a 2 d 525-öt, a 3D pedig 2347 pontot. Ezzel pedig egy Samsung Galaxy s 5 és HTC One M8-al vagy Xperia Z2-vel is konkuráló hardvert kapunk közel fél áron az Oppo-tól, ez pedig a Find 7a. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt, sziasztok!